Sziasztok, kedves nézőim! A csomorunk ma, vagy ismertebb nevén a Mount Everest, a világ legmagasabb hegye. A Himalájában található Kína és Nepál határán. Csúcsa 8848 méterre magasodik. Évi 500 körül van azoknak a száma, akik arra vállalkoznak, hogy meghódítsák a hegyet. Közülük sokan különös, misztikus jelenségekkel találkoznak odafönt. Rengeteg hegymászó tanúskodott arról, hogy hegymászás közben szellemeket látott. Az Everest szellemeiben minden magára valamit is adó hegymászónak hinnie kellene, így tisztelegve azok emléke előtt, akik nem jutottak vissza élve. Több száz hegymászó adta életét, miközben megpróbálta meghódítani az Everestet. Legtöbbjük holtteste máig nem került elő. A hétköznapi emberek zöme nem is sejti, hogy a hegy milyen sok fagyott holttestet rejt, amelyet soha senki nem fog rendesen eltemetni. Sok szkeptikus hajlamos a szellemek megjelenését, a nagy magasságban jelentkező, ám még keveset tanulmányozott természeti jelenségekkel magyarázni. Vannak azonban olyan esetek, amelyekre a modern tudomány nem tud magyarázatot adni. 1975-ben Nick Escott, a Mount Everestre induló brit expedíció tagja hihetetlen jelenséggel találkozott. Az eset zavarba ejtette a gyakorlatias európai elmét. A hegymászó az ötös táborba kötél segítségével jutott fel. A holdfény mindent elárasztott körülötte, a hó szinte világított a sötétben. A négyes tábor felett 60-70 méterrel egyszer csak egy emberi sziluettet vett észre maga mögött. Az utitár csendben követte a hegymászót, és megállt, ha az megtorpant. Amikor elérte az ötös tábort, Escott elhatározta, hogy rádión megkérdezi, ki követte őt. Azt a választ kapta, hogy senki sem követte. Ami vérfagyasztó az, hogy az expedíció egyik tagja, Mick Burke, operatőr, aznap este meghalt. 2004-ben pedig egy nehéz, de sikeres hegymászás után Sherp Dorje hegymászó valami hihetetlen dolgot látott. Emberi sziluettekre emlékeztető árnyak rajzolódtak ki fölötte. Körülbelül 10 voltak. A kísérteties árnyékok melegért és élelemért könyörögtek, és előre nyújtották áttetsző karjukat. A megrémült Dorje nem sokat teketóriázott, sietve folytatta az ereszkedést. Később újságíróknak mesélte el a történetet. Interjúja után maga a nepáli hegymászó szervezet elnöke, Ang Tsering sugallta, hogy Dorje halott hegymászók lelkeit látta, akik addig nem nyugszanak, amíg testüket rendesen el nem temetik. Az eset óta a nepáliak minden hegymászáskor rituálét végeznek, hogy megbékítsék a halott hegymászók lelkét. Borókaágakat égetnek, rizst szórnak és imákat mondanak. A nép itt szerint ez a rituálé meleget ad a halottaknak és csillapítja éhségüket. Szellemekkel való különös találkozásról a legendás olasz hegymászó Reingold Messner is beszámolt, aki egyedül, oxigénpalack nélkül hódította meg az Everestet. Reingoldot alapvetően arról ismerték sokan, hogy elképesztően racionális elméje és elfogulatlan ítélő képessége volt. A csúcshoz közeledve hirtelen egyre közelebbről érkező hangok ütötték meg a fülét. A szikrázó fényben Reingold alakokat látott, amelyek lassan vándoroltak a hegyoldalban azon a helyen, ahol 1924-ben két hegymászó meghalt. A szellemek szólítgatták Reingoldot, meleg holmiért és élelemért könyörögtek. A megdöbbent és megrémült mászó igyekezett minél inkább az útjára koncentrálni, és úgy gondolta, hogy az oxigénhiány miatt látomásai vannak. Nem titok, hogy nagy magasságban a levegő meglehetősen ritka, és erős az ultraibolya sugárzás is, ezek pedig hatással vannak az emberi elmére. A szkeptikusok azt állítják, hogy a szellemek csak halucinációk, amit a ritka levegő és az oxigénhiány okoz. Azonban ilyen alapon a halucinációk csak kritikus magasságokban fordulhatnának elő, miközben a szellemekkel való találkozások alacsonyabb magasságokban is előfordultak már. Az ezoterikusok ennek az ellenkezőjét állítják. Szerintük a szélsőséges tényezők hihetetlen képességeket ébresztenek fel az emberekben, az egyébként láthatatlan megpillantására. A nagy magasságok ritka levegőjében az emberi tudat megváltozik, az érzékszervi érzékelés kiélesedik, rövid időre egy másik valóságba léphetünk. Ezzel pedig a tudomány nem tud mit kezdeni. Azokat a hegymászókat, akik nem érték el a csúcsot, de vissza sem tértek a hegy északi lejtőjén, a csúcs közelében található Rainbow Valley-ban temették el. A hely a nevét a színes kabátokról kapta, amelyek a temetőben színfoltként megmaradtak. Vidám neve ellenére ez az egyik legfélelmetesebb hely a hegyen. Több ezer hegymászó indult már a csúcsra, de nem mindenki fejezi be sikeresen a mászást.
Minden évben vannak olyanok, akik képesek beismerni a vereséget és visszafordulnak a hegyről, megmentve ezzel saját magukat. Vannak makacsmászók is, akik folytatják az utat, ám visszajönni már nem tudnak. Testük a hófogságában marad, a hideg pedig megakadályozza a bomlást. Így örökre a természet hullaházának hűtőjében fekszenek. És minél többen vesznek oda, annál több holttest halmozódik fel a csúcsra vezető út mentén. De nem csak az Everest megmászása nagyon veszélyes, néha a hegyen táborozni is kockázatos. Jim Davidson hegymászó, geológus és környezetvédő 2015-ben egyedül táborozott az Everest közelében, amikor egy 7,8-es erősségű földrengés rázta meg a vidéket. A helyen 18 ember esett a rengés áldozatává. Nepálban és a szomszédos országokban pedig további 9000-en érezték meg az Everest történetének legsúlyosabb földmozgását. Korábban egy nap alatt ennyi halálos áldozatot a hegy még soha nem követelt. Davidson csak 11 nappal később tudták kimenteni helikopterrel a katasztrófa sújtotta övezetből, miközben ő mindvégig folytatta mások mentését. Egy évvel később pedig úgy döntött, hogy visszatér a hegyre és megmássza a csúcsot. Ekkor már az 50-es éveiben járt. Átlagosan napi 4 órát edzett, de volt olyan nap, amikor 12-t. Davidson végül megvalósította régóta dédelgetett álmát, és az Everest tetejéről írhatta a feleségének: a világ tetején állok. 1996. májusában igazi csúcsforgalom volt az Everesten. Több expedíció is egy időben próbálta megmászni a világ legmagasabb hegyét. Egy lecsapó vihar azonban tragédiához vezetett. 4 csapat 9 hegymászója halt meg 2 nap alatt. A túlélők interjúk tucatjait adták és könyveket írtak. A leghíresebb John Krakauer amerikai újságíró és hegymászó Ritka levegőben című könyve lett. A vallomások gyakran eltérnek egymástól, ám valószínűleg soha nem fogjuk megtudni pontosan, mi is történt az Everest lejtőjén 1996. május 10 és 12 között. A hegyek általában titokzatos helyek. A föld legmagasabb csúcsait, amelyek amúgy is mágnesként vonzák a hegymászókat, mint kiderült, idegenek is figyelik. Megfigyelő eszközeiket számtalanszor leírták már. A hegymászók természetesen nem UFO-t látni mennek az Everestre, de néha akaratlanul sikerül fényképen, illetve videón is rögzíteni egyet-egyet. David Brashears, a neves hegymászó és számtalan hegymászásról szóló dokumentumfilm rendezője, néhány évvel ezelőtt egy egyedülálló mozaikot készített az Everestről és a környező fenséges hegyekről készült fotókból. Egyrészt azt akarta megmutatni a világnak, hogyan hat az éghajlatváltozás az Everestre, másrészt pedig közel 500 fotóból álló lenyűgöző panorámaképet szeretett volna a világ legfontosabb csúcsáról. Brashears és asszisztensei nem is sejtették, hogy a hegyet fényképező egyik kamera elé UFO kerül. De megtörtént, és azért van az, hogy a panorámakép bizonyos nagyításánál egy furcsa tárgy látható az égen, közvetlenül a Chang'e északi csúcs csúcsa felett. Az UFO egy klasszikus repülő csészeajra hasonlít. Ilyen magasságban földi járművek, például drónok vagy helikopterek, amelyekkel össze lehetne téveszteni egy elhaladó tárgyat, egyszerűen nem járnak. Sajnos, írja David Brashears, a tárgyról nincsenek további információk. Az az érdekes, hogy az Everest felett, amely olyan titokzatos és vonzó minden komoly hegymászó számára, az idegenek könnyen repülnek. Talán még a hegymászókat is figyelik. Vajon mit gondolnak rólunk, különösen ha látják, hogy emberek halnak meg a hegyen, akik nem csak halálos kockázatot vállalnak a csúcs elérése érdekében, hanem néha még embertelennek is kell lenniük. Hiszen ha egy hegymászót baleset ér és rosszul van, nem várhatja el, hogy az utánamászók lemondjanak életük talán legfontosabb álmáról, kidobják az ablakon a mászásukba fektetett hatalmas pénzösszeget, vagy kockáztassák saját életüket és a segítségükre siessenek. Az UFO felügyeleti hivatal a képeket elemezve bejelentette, hogy ezen a területen titkos föld alatti bázisok vannak, amelyeket 51-es körzetnek neveznek. Ez az India és Kína közötti határvidék gyakorlatilag megközelíthetetlen, és a néhány évvel ezelőtt titkosítás alól feloldott akták szerint 1968 óta 7 UFO észlelést rögzítettek itt.
Ez hihetetlen információ azok számára, akiket érdekelnek a Földön kívüliek és az UFO-k. Mára ennyi volt, kedves nézőim. Nyomjatok egy lájkot, ha érdekes volt a videó, írjatok kommenteket, hamarosan találkozunk. Sziasztok!